Rövid időn belül megnyitja házi orvosi rendelőjét az a fiatal doktornő, aki a Felvidék legkeletibb, tömb magyar vidékén született. Ott nőtt fel, de sok más társával ellentétben a munkájával és családjával is a szülőföldjét szeretné segíteni, gyarapítani. A szlovák-ukrán-magyar hármas határ térségében lévő Bodrog közben nagy az előregedés mértéke, a fiatalok a jobb élet reményében nyugatabbra vándorolnak. Nagy Csatló Zsófia mégis otthon tudja elképzelni a jövőjét. Nagyra nyisd ki a szád, légy szíves, nagy átmondjál. Jó, rendben van. Jó, szuper. Köszönöm szépen. Dr. Nagy Csatló Zsófia az elmúlt hónapokban szakmai gyakorlatát töltötte le az egyik Királyhelmeci orvosi rendelőben. Hamarosan saját rendelőt nyit a városban, amelyben elődje praxisát folytatja. Fontos számára, hogy szülőföldjén segítse a családokat szaktudásával. Úgy érzi, itt van rá a legnagyobb szükség. Nekem a legfontosabb az, hogyha valaki bejön a rendelőbe, akkor nyugodt szívvel az anyanyelvén tudjon hozzám szólni, én pedig az anyanyelvén tudjak neki válaszolni, segíteni. Mindig is arra vágytam, hogy egy kis falusi házban telepedjünk le, hogyha családom lesz, ahol reggelente madácsi csergés ébreszt, kakas kukorékolás. Sosem vágytam a városnak a nagy hangzavarára. És itt érzem magam a legboldogabbnak az élet apró kis csodáival, amit Bodrog köz adhat nekünk. Ugyanígy, hála jó Istennek, férjemet is itt találtam meg. Nagyon fontos nekem a magyar nyelv, hiszen ez az anyanyelvem. Ezen álmodunk, ezen gondolkodunk, ezen imádkozunk. Ritka, mint a fehér holló, ha valaki Szlovákia legkeletibb térségében tervezi a jövőjét orvosként. Sokan ugyanis a nagyvárosokban vagy külföldön keresnek állást. Szlovákiában országos szinten legalább 500 házi és gyermekorvos hiányzik. A házi orvosok átlag életkora 59, míg a gyermekorvosoké 61 év. Bent hagytad a kabátodat, legyen szép napot, jó munkát, én is, szia! A fiatal orvosnő nemrég ment férjhez, élete párja vállalkozó, villanyszereléssel foglalkozik. Mai munkafolyamat egy túlfeszültségvédő beépítése lesz. Sándor alakítja ki az épülőház teljes energiahálózatát. A fiatal vállalkozó a szomszédos Nagykövesden nőtt fel, Királyhelmecen végezte a középiskolai tanulmányait. Külföldön akart szerencsét próbálni, de a világjárvány derékba törte a tervét. Úgy érzi, az égiek gondoskodtak arról, hogy ne utazzon el, mert ebben az időszakban talált rá a szerelmére, és ekkor dőlt el az is, mihez kezd idehaza. Elfeledkeztünk arról, hogy a környéken is kellene a szakemberek, akár bármilyen szakmáról beszélünk, bármilyen ágazatban, és ugye ezek megszűntek. Hogy jött ugye a generációváltás, és eltűntek ezek az emberek, és óriási hiány alakult ki. Igény lenne a munkára, csak nincs, aki megcsinálja. És azt tartom fontosnak, hogyha valaki eldönti bármilyen ágazatban, hogy tevékenykedni szeretne, képezze magát, és onnantól kezdve tudja építeni a kis világát. A fiatal házas pár Zsófiáék családi méhészeti manufaktúrájában is aktívan tevékenykedik. Mézből és méviacból készítenek különböző, az egészségre jótékony hatással bíró termékeket. Zsófia tanulmányai során mindig itt töltődött fel, itt kapcsolódott ki. Nővérével, sógorával és szüleivel közösen végzik a mindennapi teendőket a családi vállalkozásban. A határmenti peremvidéknek számító régióban ők úgy látják, a gyémánt a lábuk előtt hever, csak le kell érte hajolni.